Hello, I'm gonna guide everyone. Augusztus 17-én kezdődött a hagyományos Ötvös Kupa nemzetközi röplabda torna. Az elmúlt években több korosztályos válogatott is részt vett a versenyen, a hazaiakon kívül például Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből. A válogatottakon kívül neves klubcsapatok is érkeztek az elmúlt években, így többek között az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből is. 19. alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legjelentősebb nemzetközi utánpótlás tornája, gyakorlatilag a Debreceni Világkarnevál kísérő rendezvénye, és az idei évben is 32 női csapat és 12 férfi csapat vesz részt rajta. Ennek az egyik csoportküzdelme fog most a Derecskei Városi Sportcsarnokba zajlani, amelyiken 4 csapat 6 mérkőzést fog lejátszani. Én korábban nagyon aktív szerepet töltöttem be a Debrec-Geac férfi röplabda csapatába, akkor nekem sokkal aktívabb kapcsolatom volt a Magyar Röplabda Szövetséggel, mivel abból mi már kiszálltunk, meg egyéb egészségügyi akadályok is. Én sokkal elismertebbé szerettem volna, és megítélésem szerint kellene is lenni. Nagyon örülök neki, hogy Debrecen városa, Derecske, Kaba és Balmazújváros azok, akik beszállnak rendezvénybe, és aktív résztvevők benne. A hagyományos terem röplabda tornán a debreceni helyszíneken kívül augusztus 17-én több hajdúbihari városban, Balmazújvárosban, Kabán, illetve Derecskén is voltak csoportmérkőzések, tudtuk meg. Mindenkit megpróbálunk megkeresni, aki segítséget tud nyújtani egy ilyen rendezvénybe, mert gondolom azt önök is nagyon jól tudják, hogy pénzügyi dolgok azért nagyon nehezen mennek a amatőr sportokba, tehát akik nem tartoznak a látványsportokba. Én ismereteim szerint korábbi röplabdás kapcsolatom keresztül, tehát az előbb említett Deacnak a vezetőedzője az Póser Pál volt, az önök polgármester ura az őnek játékosa volt, és Szombati András ezen keresztül, de további részleteket nem tudom, alapvetően annak örülök, hogy elfogadták, segítenek benne, és támogatják a röplabdát. Derecske 4 női csapatot lát, a mögöttünk melegítő Vasas, a másik térfélen melegítő Iázit, ezen kívül Kikindát és az Ötvös Diák Sport Egyesületének egyik csapatát fogja vendégül látni a torna keretében. Az Ötvös Kupa nemzetközi röplabda torna Európa egyik legnagyobb röplabda utánpótlás versenye. A játékvezetőtől megtudtuk, miért pont ezt a különleges sportágat választotta gyermekkorában. Gyerekkorunkba dőlt el, amikor még én úgy gondolom, hogy nem nosztalgiázok, hogy sokat többen jártunk sportolni. És nagyon helyesen az akkori sportvezetés az kötelezővé tette az utánpótlás csapatokat, tehát serdülő és ifjúsági csapatok részvételét, tehát ahhoz, hogy valaki MB2-be jutott, az kevés volt, hogy ő szakmailag és pénzügyileg megfelel a feltételnek, ő neki biztosítani kellett az utánpótlásba egy ifjúságit és egy serdülő csapatot. És gyakorlatilag ez úgy történt, hogy a mi lakhelyünkhöz közel, mi kertvárosiak vagyunk, a Debreceni Agráregyetem volt, és a Debreceni Agráregyetemnél szerveződött a kötelező serdülő és ifjúság, és innen lett. Gyakorlatilag nem fértünk be a futballba, mert a testvérem az tehát labdarúgó és sportoló volt. Nem fértünk be a futballba, kézilabdázni, röplabdázni, kosárlabdázni mentünk. Tehát abban az időben nagyon nagy számba sportoltunk, nagyon-nagyon büszkék voltunk, hogy bekerültünk az utazó csapatba, nagyon büszkék voltunk, hogy viselhettük a felnőtt csapat mezzét, ami akkor még nem Nike volt, meg nem Adidas, és nem új volt, hanem a felnőttek át. De ez az az idő volt. Tehát ez volt az, ami amellett döntött. Utána kiderült, hogy olyan társaság lettünk emberileg, tehát minket soha nem kötött pénz össze, minket a sport szeretett, meg a élet dolgaink, tehát a tanulás, a munkák, hogy mi gyakorlatilag ma is tartjuk a kapcsolatot egymással. Tehát mi ma is összejárunk egy évben 4-6 rendezvény saját költségünkön, úgyhogy így döntöttünk. Úgy a női, mint a
férfi utánpótlásban magyar serdülő válogatott megjelenik, és ebből értelemszerűen a serdülő válogatott körülbelül két csapatot szokott indítani. Értelemszerűen lesznek olyan lányok és fiúk, akik később magyar élcsapatba játszanak, és ezen kívül utána külföldre is, külföldi szerződéshez is jutnak. A városunkban a torna idejére érkező játékosok a mérkőzések előtt megtekintették Derecske nevezetességeit is. Elmondások szerint a település igényes, rendezett városképét mutatja. Röptető csapat vagyunk, és ez a C csapat. Ez azt jelenti, hogy ti is fogtak itt játszani Derecske? Igen. Kivel? A mai napon a Vasas és a románok ellen. És vettél már részt a Töskuta meccseken? Igen, két éve vagyok rajta. Milyen tapasztalatod? Hát jó hangulatban telnek el a meccsek. Erős a mezőny, jó játékosok vesznek rajta részt. És mi a tapasztalatod? Érdekli az emberek a fanközösségre? Igen, népszerű sportág. Hát körmérkőzések lesznek. Hát igen, pedig holnaptól Debrecenbe megyünk át. Igen. Először vagytok Derecskában? Igen, igen. Látottak de nagyon tetszik. De drága vagy, mit tetszik? Minden, az egész város. Hát igen, mert város. Voltunk városnézés, tényleg nagyon szép volt. Honnan szereztél tudomást arra, hogy lesz ez a rögtetett? Én Dóra Bálintól hallottam. Úgy éreztek, hogy itt a helyet? Mindenképpen röpadázni szoktam. Sőt, most Argentinában indulok is a röpadda csapat tagja leszek. Elképzelhető, hogy Derecskének egyszer lesz röpadda csapat? Hát azt én nem tudom megmondani, de ha rajtam állna, akkor miért nem?